köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kárdos György iskolában, és egy nagy sikerű fórumon vagyunk túl, melyet Pánti Ildikó képviselőasszony szervezett. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr tartott itt egy nagyon szép előadást, és én azt hiszem, hogy nagyon sokan tanultak abból, és nagyon kíváncsiak voltak az ön által elmondottakra. Én egy dolgot szeretnék öntől megkérdezni, hiszen itt többen kérdezték, hogy hogyan fognak majd segíteni azoknak, akik most kezdenek háztáji gazdálkodásba, honnan fognak tanácsokat kapni, és ön ígérte erre egy dolgot, hogy ebben tudnak majd segíteni. Erről egy picit bővebben beszéljünk nézőinknek. A háztáji gazdálkodás újraindításán dolgozunk. A Vidékfejlesztési Minisztérium fontos feladata a mezőgazdaság erősítése és lábraállítása, talpraállítása. És a magyar mezőgazdaság egyik sikeres időszaka fűződik a háztáji gazdálkodáshoz. Ennek sok feltétele van, az egyik az, hogy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezzenek azok, akik termelésbe kezdenek, jószágtartással akarnak foglalkozni. Háztáji agronómust szeretnénk a rendszerbe állítani. Több elképzelés van arra, hogy az a speciális szakismerettel rendelkező agrármérnök hova tartozzon. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy az agrárkamarához fog tartozni, és onnan tudja segíteni a háztáji gazdálkodást, a zárkerti termelést, a startmunkásokat, a szociális szövetkezeteket és az önkormányzatok mezőgazdasági termelését is. Ezen dolgozunk, és a javaslatot azt hamarosan a kormány elé terjesztjük. És hát a hozzászólásokból, meg az ön előadásomból is kiderült, hogy már sok olyan kedvező rendelkezést hoztak, amelyek segítik a helyi piacokon való értékesítést. Tehát itt is hallottuk, hogy már vannak, akik befőttek kellek, várokkal, sajtokkal megjelentek. Nekem nagyon tetszik az az elképzelésük, hogy csak az árulhasson a piacon, aki meg is termeli. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés lesz, hogy akkor lehet igazán azt mondani, hogy magyar terméket veszünk, hogyha az a gazda árulja, aki meg is termelte. Nyugati gazdapiacok, a települések látványossága és egyébben a helyi lakosok fő élelmiszer bevásárlási forrása is. Arra törekszünk, hogy Magyarországon is legyenek ilyen gazdapiacok, erre egy külön rendeleti szabályozást készítünk. A lényeg az, hogy a gazdapiacon csak a mezőgazdasági termelők, őstermelők, kistermelők tudnak árusítani, illetve a népi iparművészek, kézművesek is a termékeiket oda tudják vinni. Ettől függetlenül lehet egy más profilú piac, ahol ugye a jelenlegi piaci formák megmaradnak, de a kistermelői piac, a gazdapiac, az csak a gazdáké lesz a jövőben. Azért egy mondat elejéig térjünk vissza a jelen helyzetre, hiszen ha kinézzünk a határba, láthatjuk, hogy rengeteg belvíz van itt is Karcag határában. Milyen most a helyzet? Rendkívüli mennyiségű az a csapadék, ami márciusban és most április elején érkezett. Jobb lett volna, hogyha arányosabban oszlik el az év hónapjai között, de tudomásul kell vennünk azt, hogy az éghajlat az ilyen. Belvíz volt és aszály is lesz. Van, amikor egy éven belül egyszerre jelenik ez meg. A káros hatásaira föl kell készülnünk. Az elmúlt két évben a start munka keretében sok belvízelvezető csatornát, öntöző csatornát rendbe tudtunk tenni, de sok feladat van még előttünk. Én azt javaslom mindenkinek, aki gazdálkodik, ne várjon semmilyen külső beavatkozásra, mindenki igyekezzen a földjéről a vizeket levezetni. Bízom benne, hogy az árhullám levonul, és utána a területek belvízmentesítése is megtörténik. És az is egy fontos dolog, hogy most bár a belvíz az gondot jelen nekünk, de a talaj vízkészletei azok feltöltődtek. Ezzel komoly problémánk volt az elmúlt évben. Ez azért egy fontos és jó hír a jövő gazdálkodásra nézve. Minden rosszban van valami jó, ahogy szoktunk mondani. Én azt kívánom, hogy minél hamarabb vonuljon le, és minél csendesebb legyen ez az árhullám, és a gazdák el tudják vetni azt, amit még szeretnének, hiszen azért még gazdák is azt mondták, hogy egy-két héten belül még akkor nem késő, tehát még sok mindent el lehet vetni. Hát a természet az, amit egyik kezével elvesz, a másikkal visszaadja. Én bízom benne, hogy ebben az évben is egy jó közepes termést tudunk majd az asztalra tenni, és a magyar gazdák pontosan tudják azt, hogy ilyen viszonyok között is hogy kell gazdálkodni, és mikor mit kell vetni. Én sok sikert kívánok mindenkinek, és biztos vagyok abban, hogy az év hátralévő időszakában ez a csapadék még jól fog jönni. Köszönjük szépen, és mi pedig jó törvényalkotást a gazdák érdekében. Köszönöm szépen. Kovács Szilvia alpolgármester elmondta, hogy már 50 település csatlakozott a legszebb konyhakertek programhoz. Azt gondolom, hogy nem vártuk, hogy ennyi lesz, vagy lehet, hogy ön bízott benne, de én csak reméltem, hogy ilyen sokan fognak csatlakozni. Így van, én titkon azért reméltem, hogy az 50-es bűvös számot elérjük, és azért én szeretném, hogyha ezt egy kicsit túl is szárnyalnánk, bár azért vannak ebben az 50-es számban megingó települések, de én úgy gondolom, hogy sikerül majd
majd a kezdeti nehézségeken felülkerekedni, és mindenki benne marad, aki most ebben az 50-es körben benne van, és le tudja folytatni településen a legszebb konyhakertek programot, versenyt. Hallottuk, hogy a kisebb településektől egészen a nagyvárosokig jelentkeztek, Esztergomtól több település is említett, és mondta, hogy Konok Kunlányként nem adja fel, hogy Budapestet is becserkészte. Reméljük, hogy azért a fővárosból is lesznek nevezések. Így van, érdeklődők már voltak, de én úgy gondolom, hogy egy picit a szemléletet, a nézetet át kell törni, hogy ők is rátekintésre legyenek erre a területre, és belássák azt, hogy balkonon is lehet kertet művelni, illetve konyhakertet kialakítani, illetve Budapestnek a kertvárosi részei, polgármesteri hivatalai is tekintsenek rá erre a programra, és lássák meg benne a lehetőséget, hiszen én úgy gondolom, hogy az ottani emberek is biztosan kertészkednek, és biztosan ők is szeretnék, hogyha ezzel a versenyben való részvétellel a munkájuk elismerésre kerülne. Említette, hogy próbálnak majd segíteni azoknak, akik most kezdenek ezzel a programmal egyáltalán ismerkedni, szaktanácsra van szükségük, tudják, hogy mit hogyan kell csinálni. Így van, az iskolásoknak és az óvodásoknak a programba való bevonása nagyon fontos, hiszen ezt gyerekként lehet leginkább elsajátítani, és ahogyan itt az előadásomban is elmondtam, ha valaki gyerekkorban nem fertőződik meg ezzel, és nem kapja meg azt a megfelelő úgynevezett oltást a kertműveléssel kapcsolatban, akkor később bizony ez nagyon nehezen lehet beleoltani valakibe, vagy talán egyáltalán nem lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy a mostani generáció, aki kertészkedik, legyen az középkorosztály, vagy idősebb korosztály, a gyerekekbe, az unokákba ültesse bele ezt a szeretetet, és adja át nekik mindazt a tudást, aminek birtokában van. Ez nagyon fontos, hiszen így az az érték, amit a nagyanyáink, dédanyáink, nagyapáink, dédapáink összeszedtek, és műveltek, és képviseltek, az ne veszten el, hanem tovább lehessen hagyományozni az utókor számára. Reméljük, hogy lesznek nagyon sokan követői ennek a programnak, és vissza fogunk majd térni, amikor már konkrétan meg tudjuk mondani, hogy hány településen neveztek, és mikor is indul pontosan ez a program, tehát meddig lehet még nevezni? Így van, vissza kell térjünk rá, hiszen az időjárás is közbeszólt, illetve az önkormányzatok is eléggé későn ébredtek fel az év kezdete után. Nagyon sokan még most jelentkeznek, ami azt jelenti, hogy a települések csatlakozási határidejét április 15-ről április 30-ra kitoltuk, és a kertgazdák jelentkezését is most első körben április 30-ában határoztuk meg. Természetesen, hogyha az időjárás azt kívánja meg, ezt kitoljuk akár május 15-ére vagy 20-ára is, ezt még meglátjuk, ezt majd az elkövetkezendő 1-2 hét eseménye időjárása meg fogja határozni számunkra. Reméljük, hogy az égiek kegyesek lesznek hozzánk, és tényleg el tud indulni ez a program. Sok sikert kívánok önnek hozzá, és figyelemmel fogjuk kísérni a fejleményeket. Köszönöm szépen, és várom a karcagiak jelentkezését. Nagyon szeretném, hogy a karcag, a konok-kunok élen járnának a jelentkezők számába, úgyhogy hajrá karcag, hajrá előre, és mindenki jelentkezzen, aki csak kertet művel. Köszönöm szépen. Borbás Marcsit is nagy érdeklődéssel hallgatták itt a karcagiak. Én úgy néztem az arcokat, hogy olyan örömmel vették azokat a régi elfeledett szokásokat, meg mindenféle ízeket, amelyeket ön felelvenített most a itt lévőknek. Karcagon nem először jár már. Szeret ide visszajönni? Persze, hát eleve az Alföld, ugye azt a szívem csücske, nagyon furcsán nézek mindig azokra, hogy akik azt mondják, hogy hát az Alföldön nem tudnának élni. Engem meg nem izgat a hegy azért, hogy fölmenjek és lenézek, de eleve az alföldi ember az másmilyen. Tehát az alföldi ember tud dolgozni, szereti a vendégeket, kedves, egyenes ember, és hát ezen belül pedig a karcagiak, a kunok, azok pedig nagyon erősen ragaszkodnak az elképzelésükhöz, de azt el kell ismerni, hogy csak abból lesz valami, ha valaki a saját elképzeléséhez ragaszkodik. Úgyhogy nekem nagyon szimpatikusak. Mellesleg én egyharmadrészt jász vagyok, úgyhogy egy kicsit van közünk egymáshoz. Itt Karcagon azt tartják, hogy férfi ember 40 év alatt nem nagyon tud birkát készíteni, de ön próbálkozott, mert hát láttuk, hogy a csontos tanyán ott azért megnézte, hogy készül, de nem próbáltam még meg. Nem merném venni a bátorságot, hogy karcagi birka pörköltet főzzek, meg egyáltalán birka. Mi egyáltalán birka pörköltet, nem, az egy férfi munka. Tehát is ezt vallja. Ez férfi munka. Így van. Én de sokat szoktam viccelődni azon, hogy minden női munka kivéve a favágás, meg a karcagi birkapörkölt és a bajai halászlés férfi munka, azt mondjuk szoktam főzni, mert azért azt gyakrabban eszünk hetente, úgyhogy ott akkor nem mindig ér rá
család férfi tagja, hogy megfőzze. De a birka most őszintén, hát hogy lehetne egy nő, hogy tudna egy egész birkát beleaprítani egy bográsba? Márpedig a karcagi birka pörkölt erről szól. Úgyhogy ez nem is, ez olyan, borászkodni se venném a bátorságot, az is nagyon komoly dolog, ez sem vicc. Azt hiszem, hogy az sem vicc, amit itt bejelentett, hogy nagyon szívesen visszajönne majd egy kicsit kis salátát, egy kis könnyedebb ételeket is készíteni itt az ilyen jelenlévőknek. Én remélem, hogy minél hamarabb össze tudjuk hozni ezt a találkozót, és elárulhatjuk itt ezeket az újabb praktikákat a lakosoknak. Hát én is nagyon szívesen, bármikor, vagyis hát most még ebben a hajtásban, ami itt van az én munkámmal, még nem, de valamikor nyáron szívesen eljövök, de nem csak salátákat. Tehát azért én eszem sok salátát, mert szerintem nagyon fontos, hogy ezeket az elveket be kell ültetnünk. Igen, csak a sok szalonna után jól esik, azt mondta itt a hozzászóló is. De nagyon, nagyon magyar szájíznek megfelelő ételeket, pici változtatásra, hogy egészségesebb legyen. Ezeket nagyon szívesen megosztom. Reméljük, hogy akkor találkozunk mi hamarabb. Köszönjük szépen, és örülünk, hogy jól érezte magát ismét Karcagon. Én is köszönöm, minden jót. Egy nagyon sikeres fórumon vagyunk túl, melyet Pánti Ildikó képviselőasszony szervezett. Azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos információval gazdagodott, aki ma el tudott jönni ide, és a televízión keresztül is megnézi. Én gratulálok ehhez a fórumhoz, hiszen tényleg egy tartalmas program volt, és reméljük, hogy még nagyon sok hasonló ilyen lesz. Ildikó néni hogyan érezte magát szervezőként, hiszen láthattuk, hogy nagyon sokan eljöttek. Nagy szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit. Én azt mondhatom, hogy évenként két alkalommal szervezünk lakossági fórumot, és a tavaszi az mindig nagyobb. Az alatt azt értem, hogy próbálunk olyan előadókat meghívni, akikre bejönnek a választókerület lakói. Miniszter úrunk, szerencsések vagyunk, mert nem csak a városban, de a választókerületünkben is itt él, és itt alkot továbbra is, és volt olyan kedves, hogy elfogadta ezt a meghívást, és meghívott vendégként pedig Borbás Marcsit, a gasztroangyalt ő hozta, és én úgy érzem valóban, hogy jó választás volt. A téma az egy kicsit irányított volt, hiszen próbáltuk úgy irányítani, hogy ez a konyhakerti kultúra, arról nem is szólva, hogy az én választókerületem családi házas övezet, tehát ugye mindenütt megvan az udvarrész, megvan a virágos kert, megvan a kiskert, megvan a konyhakert, és bízom benne, hogy ezek után még inkább, hiszen napirenden van ez a téma, sokat hallhatunk róla, örülünk, hogy a város pályázatával nyert, örülünk annak, hogy már tavaly volt értékelés, és bízunk benne, hogy még több lesz ebben az évben. Úgyhogy én örülök neki, hogy ilyen érdeklődés volt, és bízom benne, hogy nem csalódtak az itt lévők. Én azt gondolom, hogy ez így van, mindenki nagyon hasznos információkkal ment, és reméljük, hogy lesz nem soká egy hasonló fórum. Ez is jó munkát kívánunk önnek. Köszönöm szépen, és mindenképpen meg kell említenem a helyet adó Kádas iskola vezetését, nevelőtestületét, akik mindig nagyon készségesek, és valóban szép, otthonos környezetben várnak bennünket, és mindig jól érezzük itt magunkat, és ezt szeretném megköszönni. Köszönöm szépen!